Na, full screen. Mert eddig is azok voltak, csak kézzel állítottam át. Szóval rájöttem, hogy fogok ide rakni. Vagyis nem pont ide, hanem egy kicsit arra is skeletonokat, hogy azok lőjék azt a dolgot. Mondjuk csak. Aha, jó gondoltam. Hogyha én ide fogok állni, akkor engem lőne. És akkor azt kéne megcsinálni, hogy erre az oldalra rakni egy skeletont. Ehhez kell jó sok ilyen. Olyan is kell. Meg víz. Jó sok víz. Jó, ha ez megvan, akkor egy olyan platformot kéne ide építenünk. Most egy kicsit másképp akarom, ahogy elterveztem. Egy, kettő. És egy, jöjjön. Egy darab elég, baszki, ne! Nem így akartam. Király. Na ez most mi? Halljátok a hangot? Várjátok. Valamelyik kocsi megy, de hogyha most megnézitek, akkor ennek itt a szél, a másiknak meg ott, és mindkét kapcsoló le van kapcsolva. Ez most indult el. Ez is most indult el. Több kocsi nincsen, akkor most mi megy? Ezt nem értem. Oké, csak egy Minecraftos bug volt, teljesen kiléptem meg vissza, és csend van, végre. Hú, tényleg menjünk már egy kört. Ah, nagyon jó hangja van. Félek, hogy hangos hozzám képest. És képzeljétek el, hogy meg lesz a mikrofonom a közel jövőben. Ott a szép cuccunk. És vissza. Szóval gőzöm sincs, honnan jön az a hang. Felül sincs semmi. Mennyien vagytok már? Most tervezem úgy megcsinálni a izét, de azt tudjátok. Baszki, ne. Nem volt vicces. Hú, most megijedtem. Oké. Na. Gyere. Gyere. Nézd, itt vagyok, gyere egy kicsit. Gyere, ne a másik irányba, gyere még, akkor te is gyere, úgy. Kire, aj, nem jó. Gyere. Még egy picit gyere már. Na, aj, nem jó. Vissza, ouch. Vissza, gyere még. Gyere. Au. Gyere most. Gyere. Elvileg nem hal bele, hogyha megütem. Jó, gyere. Nem akarom megütni. Akkor itt vagyok. Gyere, erre. Aj. Jó. Na. De. Nem jó. Menj, baszki, meghalt. Oké. Akkor várom a következőt. Na, most tutira jó lesz. Király. Ez kinyírva. És téged hozzunk el. Gyere. Még. Akkor ide rakom. Jó, és fordulj vissza, gyere. Fordulj, erre gyere. Erre, gyere erre. Gyere még. Ne legyél már szerencsétlen. Hagyd tegyem már oda azt a blokkot, te. Mocsok. Ahó, ne legyél már ilyen. Léci, vesz. Na. Ne lőjé.
Nem vagy szimpi. Úgy. Vá. És komolyan hozzak egy pisztont és rakjam oda? Ahogy akarod, csak ne lőjél. Közben. Kibaszott Isten vagyok. Na, problém, problém. Köcsög. Na, most már lebontom körülötte ezt a sok szart. Na, passz fel. Ez most hova tűnt? Hova tűnt ez a... Tartsú. Oké, Simi, semmi gond. Tökéletesen rájöttem, hogy olyan hív voltam, hogy elégett. Úgyhogy hozok követ. És megcsinálom rendesen. Szegény. Én nem akartam, hogy elégjen. Na, látjátok mi van? Ha. Végre szereztem, na ez már tudni, hogy nem fog elégni, de hogyha eltűnik, én felakasztom magam. Neked ott kell maradnod. Oké? Itt is befalaznak. Itt is. Jó. Ezt meg ide. Nem, hanem ide, és azt mondom, király, most megyek és szerzek havat. Ho, jön a télapó. Megy a télapó, meghalt a télapó. Gyűjtsünk egy kis havat. Itt vagyunk a bunkinkban. És most felkészülünk, szerencsére van nálam vödör. És peaceful vagyok, hogy meg ne halljak. Én ezt nem gondolom csalásnak, mert a Minecrafton belüli beállítások közé tartozik. Egyről a hardcore-ban nem lehet beállítani, szóval... Nem, ez nem csalás, szerintem. Aki szerint igen, az meg ne nézze, mert most nem az a lényeg, hogy miben vagyok, hanem hogy mit csinálok. Na szóval kell kő, iszok egy ilyet. Itt van ugye a potenciális zsákmányunk. Ugye, minden igaz, ez egy tömör kocka itt alattunk. Ebbe akarom én megcsinálni úgy ezt a dolgot, hogyha innen jövünk, akkor itt legyen egy ilyen lejárat. Jó, ezt majd én még megcsinálom. Na most nem tudom, hogy köztudott-e vagy nem. De szeretem ezt a szót, nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy ha nem látnak ellenséget a blézek, és be vannak zárva egy ilyen térbe,
akkor elindulnak lefele. És nem fognak feljönni maguktól, csak lefele lehúzza saját súlyuk. Csak akkor szállnak föl, hogyha látnak ellenséget és lőni akarják, azaz engem. De engem meg nem fognak látni, úgyhogy nem fognak fölfele szállni. Na, erre kidolgoztam egy technikát, hogy meg fogjátok látni. Először is akkor ezeket itt távolítsuk el, egy kicsit lejjebb visszük ezt az egészet, pár blokkal, és jönnek oda a pisztonok. A két blokkal lejjebb ásva, a sarkokat be kell fedni, szóval egy ilyen blokk kell közéjük, és szerintem én ezt a hátsó oldalt be fogom fedni, mivel a szerkezetem úgy lesz a legolcsóbb és a legstabilabb. A felét kővel. Kövön kívül nem spawnolnak elvileg. És ha ez megvan, de még nincs, de ha megvan, igen, meg még itt is, akkor kellenek majd ezek így. Ezek se kellenek ide, csak úgy mondom. Aztán ide is, meg ide három. Oké. Okay. Ezek lesznek majd azok, amikre rászállnak, és majd itt lesz tovább lent a lyuk. Ide fognak lejjebb esni. Na, először ezt itt üssük szét, és építsük tovább cobblestone-nal. Vagy épp ezzel. Ide jönnek ezek, és nem férek ki. Szóval edre kell shift-el egy ilyen blokk. Jó, ez megvan. Akkor erre kell egy piston, meg erre. Erre mehet egy ilyen blokk. Szóval, hogyha már ráállnak, akkor ide lelökik. Király lesz. Oké. Okay. Na, ezt mindegyikkel meg kell csinálni, ez egy egyszerű szerkezet, és utána jövök. Ezt a második lyukat nem kell nagyon sokkal, mondjuk három blokkal lejjebb kéne vinni. Mert felesleges a mélység, mert ezek nem sérülnek az esésnél, szóval ide is ugyanezt a szerkezetet megépíteni, de már csak kétszer. Majd négyszer, de kétszer, értitek. Aztán az utolsó blokkokat már tényleg nagyon kevéssel kell, ugyanúgy kb. Három blokkal. De akár lehet ez attól kevesebb is, de azért legyen egy kis mélysége. Aztán már csak egyet kéne, de ettől féltem. Milyen jó megérzéseim vannak. Oké. Okay. Akkor ide kell még egy ilyen szerkezet. Hoppá. Nem, nyugodtan. Nem csak ilyen. Jó. Ide. Ide. És most lök be. Király. És akkor lássuk király. Innentől nekünk kell ugye felfele út. Így. Aztán majd ide jövök vissza. Na, próbáljuk ki a saját bőrünkön, hogy ez hogy fog működni. Ugye leszpannolódunk, és mondjuk erre jövünk, leereszkedünk erre a pressure plate-re. Rögtön ide esünk. Ha meg ide esnénk, akkor még onnan is tovább nyom. Na, minden tovább tudunk jönni, de viszont ők nem fognak tudni, mert ez le lesz zárva, és csak mi használhatjuk. Kiresek. Nem tudom, hogy ti jól látjátok-e, de ezt betömjük. Ez biztos jól látjátok. Jaj, látjátok. Na, azt is ott. Meg a másik oldalon. Oké, ott nem látszik ki semmi. Remek. Aztán elvileg kintre nem kéne, hogy spawnolódjanak. És itt a mi kis területünket el is tudjuk fedni. Na, de ha már ennyi vasunk van, vagyis ennyi vasat hoztunk, akkor ne legyünk restek és csináljunk egy ajtót. Jó. Nem tudom, hogy mi értelme van, mert hát végül is jó. Oké, még fákja kell. Itt elég világos van, ide kell még pár fákja. Meg
ide, aztán itt a területet kicsit kitágítjuk. Egy szinten lejjebb raktam, és most jön a kis szerkezet, ami nagyon viccesen fog kinézni. És ez is kell majd egy hopper, amit nem hoztam, de majd craftolok, mert hogyha van miből. Ugye ide kell nekünk egy piszton, ami majd rányomja, meg ide, ami lefedi, hogy ne tudjanak elszállni, mert rájöttem közben, hogy nem is azért szállnak fel, hogyha meglátnak engem, hogyha, hanem akkor, hogyha támadás éri őket, de akkor is, hogyha meglátnak engem. Szóval két piszton kell, és itt egy kicsit tovább kell bővítenem a teret. Megoldjuk. Na, ebből 15 van, és ebből kell 25. Ezt felkapcsoljuk. Király. Ezt 25-öt belerakjuk. Jó, ezt meg ide. Na, ki érti? Jelentkezzem. Látom, innen látom. Jó. Te, jó. Te is, oké, 10-en látjátok, hogy mi ez a szerkezet, és 10-en értitek. De azért a többieknek elmagyarázom. Ugye van ez a hopper, és van ez a komperátor. A komperátor méri, hogy valamiben mennyi tárgy van. Egyáltalán, hogy van-e benne valami. Hogyha ebbe méri, vagyis hogyha ebbe látja, hogy van valami, egy jelet mindenképp kiad. Repeater azt az egy jelet átveszi, és 15-tel megszorozza. Tehát neki az mindegy, hogy mennyi van benne. Ő egy jelet mindenképp ki fog adni, csak legyen benne valamennyi. Legalább egy. Ugye ez, hogyha nincsen lelokkolva, szóval nincsen lezárva egy restore jellel, akkor ez adogatná bele ebbe a ládába ezt a 25 nether racket. Bármilyen anyagból lehet 25-öt beletenni, akár még több féléből is. A 25 azért fontos, mert 25 tickig kell becsukni azt a pisztont. Ugye, hogyha ez nincs itt tiltva, akkor elsődlegesen ez fogja érezni, hogy ebben van valami. Majd ebből elkezd abba folyni, és így 25 darab tick. Ez ilyen másodperc-szerű dolog, ahogy adogatja körbe. Úgy 25 másodpercig, bár ez elég erős korlátok között 25 másodperc. Szóval nagyjából 25 másodperc, addig fogja ezt itt pakolgatni, és addig érzékeli 25 másodpercig, és ez a jel, ez el fog menni egészen addig. És ez a piszton be fog 25 másodpercre záródni. Ez pedig azért van itt, hogy ebbe a kis 2x1-es blokkba benne maradjanak, és ne tudjanak felszállni. Szóval, hogyha én ezt itt elengedem, akkor ez itt be fog szállni, és így 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ezért mondtam az erős másodperceket, mert ez nem másodperc, hanem majd meg fogjátok tudni, hogy mivel nem keverendő össze. Ez a pár tick, amely nálam 5 ilyen, úgyhogy ezt ide kiveszem, ezt lezárom, ezt berakom. Váltsunk át akkor normálba, és kergessünk le párat. Remek, jön is egy, nem is kell sokat várni. Ez mindjárt érzékelni fogja, néha szokott ilyet. Hogy ugye az ennek, nem, már itt is van, lent is van, ezt lezárjuk, oké. Okay. Most tök mindegy, ez az egyel demonstrálom, aki itt van. Ugye ebben van ez a 25, és mindjárt meglátjátok, hogy
A hang és a kép az meg fog össze stimmelni. Elengedem ezt a kart, figyeljétek a hangot. Az, hogy elvileg 25-re kellett volna, de most ez egy kicsit tovább ment. Már nem az ment tovább, hanem az, hogy beütötte még ebbe is magát, és ezért hal meg, eleve 25-tel meg lenne. De akkor 24-et rakjunk inkább bele, az a biztonságos. Ez ugye 24-es. Ugye láttátok, hogy kattogásonként telt el egy szív. Oké, és akkor ide jövünk. Egyszer megütjük, és jön az XP meg a minden más. Hát ezt kinyitjuk, és akkor ide bőzönlenek. Itt szép lassan. Aztán majd ennyi lesz. Mit akartam még ma? Ma már semmit. Akkor ennyi lett volna mára. Köszönöm a figyelmet, és akkor kellemes csütörtököt holnapra, mondom holnapra, mert sokan azt hiszik, hogy hülye vagyok, és azért mondom, hogy csütörtökre egy szép napot, csak általában ez már szerdak délután és este szokott felkerülni, és akkor már hol kívánja boldog napot, nézzétek, mennyi sokan jönnek, és nem tudnak megtámadni engem. Tehát kellene szerdát, és csütörtököt, és pénteket, és szombaton jön a következő videó, sziasztok! Ügyes jövök! Már az alaplac az kész. Innen fog befolyni a víz itt a középre.